Csak egy egyszerű mozdulat és jön az üzemanyag. Nagyon sok tényezőnek kell egyszerre fennállnia ahhoz, hogy ezt bármikor megtehessük. Márciusban voltak olyan napok, amikor alig lehetett gázolajat kapni a kutakon az ellátási problémák miatt. Nem csak az üzemanyag, hanem a fűtés miatt is elengedhetetlen a földgáz és a kőolaj ellátás zavartalansága. Az orosz-ukrán háború miatt jelentősen emelkedtek az árak, de Gerhes Miklós közgazdás szerint a hazai ellátás zavartalan. Én ebben azért optimista vagyok, hogy Magyarország akár Ukrajnán keresztül is meg fogja majd kapni a gázt, mert a mai napig az oroszok sok mindent bombáztak, meg támadtak, de a földgáz vezetékeket nem bántották. Tehát nyilván már a saját érdekeiket is szem előtt tartva alakítják a támadások irányát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk gázellátásban nem lesz probléma. Arról meg nem is beszélve, igaz, most a tárolóink csak 20%-os kihasználtsággal vannak, mert most drága volt a gáz, tehát, és a téli szezon meg levette ezeket, de nyáron fogunk tudni annyit betárolni, hogy Magyarországnak nem lesz ellátási gondja, vagy Magyarországon nem lesz ellátási probléma. Jelenleg árstop érinti a 95-ös benzin és a gázolaj árát. Ha nem lenne, akkor a benzinért péntektől 611 forintot, a dízelért pedig 699 forintot kellene fizetni. Az árstop miatt azonban mindkét üzemanyag 480 forintba kerül. A szabályozás azonban hosszabb távon nem fenntartható az elemző szerint. A fogyasztás csökkenni fog. Jelentősen csökkenni fog. Ez pedig nem jó a termelőknek. Nem jó ez az energia, illetve ez az üzemanyag stop is elég bonyolult helyzetet jelent véleményem szerint, mert jó a lakosságnak, ez kétségtelen, de nem jó az államnak. Az államnak ezt finanszírozni kell. Nem jó a benzinkutasoknak. Ugye nem csak a lakosságot finanszírozzuk, hanem százezrével mennek kamionok végig Magyarországon, mennek Rotterdam, meg Hamburg fele, és tulajdonképpen finanszírozzuk ezeket a kamionokat, a üzemanyag ellátását. Tehát én azt gondolom, hogy ez hosszabb távon biztos nem tartható. Tehát az, hogy az állam beavatkozik a piaci helyzetekbe, ez a mai piacgazdaságokban ez nem jellemző. A gazdasági válság és a háború miatt emelkedő infláció a közgazdás szerint akár 10%, vagy azt meghaladó is lehet az év végére. Ennek okán csökkenni fog a fogyasztás, ami hosszabb távon nem jó a hazai gazdaságnak.